Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról. Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz. Az ember fogja és elveti kertjében, ott felnő és nagy fává lesz. Az ég madarai megpihennek ágai között. Majd így folytatta. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony és elvegyít három véka lisztben. Az egész meg kell tőle. Kedves testvérek, kedves tévénézők! Jézus itt az Isten országának a földi megjelenéséről beszél. Isten uralmát emlegeti. Jézus az Atya iránt való engedelmességet emberi természetén keresztül mutatta be nekünk. És azt akarta, hogy egyháza, amelyhez mi tartozunk, ennek az engedelmességnek a jele legyen. És ez is volt a történelem folyamán. Akkor is, amikor az egyházban nagyon nagy gondok voltak, akkor is mindig megjelentek azok a szentek, akik Istenhez közel voltak, és meg tudták jeleníteni az engedelmességet és a tiszteletet. Mustármagra és a kovászra való utalással, példabeszéddel tulajdonképpen kijavítja az írástudóknak azon várakozását, akik úgy gondolták, hogy a messiás az látványos hatalommal fog eljönni, leigázza a rómaiakat, és már az ő életükben is érvényesíti a mózesi törvényt. Jézus pedig egészen más tanít. Egy önkéntes, hittel és engedelmességgel terjedő Isten országáról beszél, ahol nekünk az evangéliumot kell hirdetni. Kedves testvére, a keresztény ember az a keresztény, aki hirdeti Jézus Krisztus feltámadását. Tudnunk kell, hogy átfogja az egész emberiséget ez a misszió, de ahhoz, hogy mégis jobbá váljon ez a világ, nekünk soha nem lehet abba hagyni sem a mustármag elvetését, sem a kovász össze elevegyítését, sem. Nekünk mindig dolgozni kell. Ime ilyen áldásban részesül, mondja a Zsoltáros, aki féli az Urat. Amen.